Átfogó képet kaphattak az érdeklődők a világűr hasznosításáról és kihívásairól péntek délután az ipartestületi székházban. A Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében dr. Mihálka György tartott előadást, ahol szó esett a világűrben zajló mozgásokról, a légtér elhatárolásáról, az űrbányászatról és olyan fennálló problémákról is, mint például az űrszemét. Már most is az egy centiméternél kisebb darabok száma az 100 milliónál többre tehető becslések vannak, illetve hát a nyomon követett űrhulladék, űrtermeléknek a száma is 10-20 ezeres nagyságrendbe tehető, és ezt egy komoly figyelőrendszer nyomon követi nyomon. Azért, hogy a baleseteket, sérüléseket, illetve hát a későbbiekben már az űrhajósoknak az életét, illetve nem csak későbbiekben, már jelenleg is sokszor kellett a nemzetközi űrállomásnak a pályáját módosítani fölfogy lefelé, azért egy ütközést elkerüljék. Tehát ez valós veszély. Mivel a törmelékek egymással ütközve további törmelékeket hoznak létre. Mindezek megfigyeléséhez persze a technológiák folyamatos fejlődésére van szükség. Az űrtevékenység az mindig a high-technek a színvonalát képviseli. Mindig sokkal előrébb jár az űrtevékenység, űrkutatásban résztvevő technológiai fejlesztések, mint a mindennapénk, és onnan kerülnek át különböző eszközök az életünkbe. Szinte azt mondom, hogy sokkal nagyobb izgalommal, illetve hát tudományos, fantasztikus világot meghaladó mértékűek már a fejlesztések, kutatási eredmények, mint amit esetleg a tévében lehet látni, hogyha valaki nyomon követi, úgy fantasztikus eredményeket érnek el az űrkutatók, és a mi életünkben is nagyon sok meglepetésre számíthatunk. Az űrkutatás és a csillagászat is a lehetőségek kiaknázására törekszik. Az űrtevékenységek során pedig valamilyen fajta megtérülésre számítanak. Ezért is beszélhetünk hasznosításról, mondta Mihálka György. Az előadás során természetesen szó esett a különböző felügyeletet végző szervezetekről, és bepillantást kaphattak az érdeklődők a meglévő szabályok nehézségeibe és értelmezéseibe is.